Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai témánk a méz, illetve a méhészet. Vendégem pedig Antal István méhészmester. Szervusz, üdvözöllek. Mai témáinkban a nyomottáron eladott hamis méz, a szélsőséges időjárása, a méheket sújtó betegségek, a beszűkült értékesítési lehetőségek. Ez mind-mind szóba kell, hogy kerüljön, hiszen a koronavírus járvány okán nagyon sok minden megváltozott, és nem kivétel sajnos a méhész sem. Hogy viseli ezt a méhész társadalom, ez a legfontosabb. Viszont kezdjük talán inkább az időjárással először is, hiszen az elmúlt esztendőkben nagyon-nagyon furcsa volt az idő, és ez alaposan megviselte a hazai méhállományt is. Hiszen a beporzás által nagyon fontos ökoszisztéma is megváltozott bizonyos értelemben. Igen, teljes mértékig megváltozott. Eleve a globális felmelegedés egy olyan új kihívás elé tette a méheket, amivel az evolúció során nem találkoztak. És ezek az enyhe telek, amik az utóbbi években mutatkoztak, ezek a méheknek a viselkedését is teljes mértékben megváltoztatta, ami azt jelenti, hogy a méh anyák úgymond egész télen átpetéztek, és ezáltal olyan feladatok elé állították a telelő méheket, amivel soha nem találkoztak. Mert a telelő méheknek az volt a feladata, hogy ők átteleljenek, és az anyát olyan állapotban tartsák, hogy az következő évet tudja gond nélkül átdolgozni és fenntartani a családot. Nem elég, hogy az enyhe telek megváltoztatták a méhek viselkedését, ezek a koratavaszi drasztikus fagyok, amik az utóbbi években nagyon-nagyon mutatkoztak, hogy már mikor egy tavasznak kellett volna eljönni, akkor még mindig úgy átnyúlott a télnek egy-egy fuvalata átnyúlott a tavaszi időszakra, és a gyümölcsfáknak a virágrügyeit, de akár hogyha az erdőkben élő növényzetnek a virágrügyeit is vesszük, akkor nagy mértékben károsították. De ugye, mint tudjuk, Magyarországon a főhordási növény méz szempontjából az akác. Mint tudjuk azt is, hogy hungarikum, a földön ilyen minőségű és mennyiségű akácmézet senki nem termel. A föld akácméz termésének 80%-át Magyarország adja. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül jó dolog, és egy egyedülálló dolog. Na most az idei tél annyira megviselte az akácállományokat, hogy a fő azokon az akáctermő helyeken, ahol nagy mennyiségű akác él, teljes mértékig lefagyott. Ez azt már a méhész szakemberek előre vetítették, hogy az idei évben is katasztrofális helyzetek lesznek, mert egyszerűen nullára lefagyott az akác, és teljes másképp indul a tavaszba az a növény, mint ahogy normálisan kéne neki viselkedni. Tehát az ökológiai sokszínűség is megszűnt, hiszen a tavaszt nézzük, akkor az agrárgazdák is arról beszélnek, hogy a repce, ami szintén fontos a méhészek számára, nagyon korán nyílt. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor csapadék sem volt, tehát nem csak a virágporgyűjtő helyek hiányoztak, hanem a vízgyűjtő területek is. Így van. A iszonyatos aszály közepette nyílott a repce, és ez meglátszott a növényen is. Normál esetben a repce növény maga mellmagasságig érő növényé fejlődik, és egy gazdag virágot, és hát ugye gazdag magtermést is adó növény. Hát az idei évben pedig, ha térdig érő repcék nőtek, akkor az volt a maximum. És már márciusban. Igen, már így van. És szóval azt lehet mondani, hogy olyan kényszeredetten nőtt maga ez a növény is. Hát biztosan a gazdák tudják azt, hogy hatalmas nagy terméskiesést eredményezett nekik ez a rossz. Ugye a mennyiség és a minőség itt kézenfogva jár bizonyos értelemben, tehát sem minőségben, sem mennyiségben nem lehet a tervet teljesíteni. Így van. A mézek, most ha azt vesszük, hogy az akácméz, ha kiesik,
mennyiségre, akkor a méhészeknek azt lehet mondani, hogy az éves árbevételüknek az 50%-ától elesnek. Ez egy hatalmas nagy összeg, itten már azzal is lehet kalkulálni, hogy gazdaságos egy tevékenység, vagy nem gazdaságos egy tevékenység. Szóval ez nagyon-nagyon rossz ebből a szempontból. Eleve a repcese úgy indult, az akác az meg nagyon-nagyon gyenge minőségre is, és mennyiségre is nagyon gyenge lesz. Arról nem beszélve, hogy az időjáráson és a betegségeken túl alaposan megnehezíti. Esztendők óta erről beszélünk, és nem nagyon van előrelépés, legalábbis a méhésztársadalom zöme ezt vallja. Egyébként Bros Péter, a szövetség elnöke is erről beszél, hogy az olcsó ukrán és kínai méznek nem lehet gátat szabni. De vajon miért? Hiszen az Unió nagyon szigorú elveket vall a gazdaság szempontjából, és ennek ellenére folyamatosan ömlik az Unióba a hamisított kínai méz, aminek semmi köze azon felül, hogy sárga a mézhez. Hogy lehet ennek gátat szabni? Mit gondoltok ti? Milyen javaslatokat tettek mindez idáig? Hát a javaslatunk az, hogy mindenképpen az emberek a termelőktől vásárolják, a környezetükben a termelőktől vásárolják meg a mézet, és igazából az Unió azt vallja, hogy az Unióban nem termelődik annyi méz, mint amennyire szükség volna, és ezért engedik az importot a kelet-európai vagy kelet-ázsiai mézeknek a behozatalát, meg az ukrán mézeknek a behozatalát. Hát itt is beszélhetünk arról, mikor 1 euróért behoznak 1 kiló ukrán mézet, hogy az milyen minőség lehet, erről se tudunk beszélni. A kelet-ázsiai mézekről meg nyilvánvaló, hogy akkora mennyiséget nem tudnak jó minőségű természetes mézből adni, és ezért ez nyilvánvaló, és tudjuk azt, hogy ez valamilyen szinten hamisítványok. De érdekes módon az Unió még engedi a mézeknek a behozatalát. Tehát a nyomon követés nagyon fontos lenne, hiszen nálunk itthon rendkívül szigorúak a szabályok. És jó szabályok ezek. Miközben az Unióban meg a 20-30%-a hamisított. Ráadásul a hírek szerint rászoktak arra, hogy a jó minőségű mézet keverik ezzel a semmivel. A magyar mézeket minőségjavításra használják. Amikor megnézünk egy multinál egy elhelyezett üvegmézet, és akkor az látható rajta, hogy unió és unión kívüli mézek keveréke, akkor az nagy mértékben, szóval az nyilvánvaló, hogy ottan valami van. Meg amikor arról gondolkodunk, hogy van egy akciós méz, mert akciós, és akkor, hogyha annak az összes költségét visszabontjuk, akkor az adókat, az egyéb szállítási költségeket, meg mindent ami egy termékre rakódik, akkor hol marad a méznek az ára? Egyébként hazánkban tudjuk, hogy nagyon sok méhész dolgozik, tehát folyamatosan és tehát főállásban, ahogy tetszik, viszont nagyon sokan vannak, akik ezt hobbiból teszik. Igen. Nem sok Magyarországon a méhész? Miként látjuk ezt? Egy kicsit az utóbbi időben felhigult ez a társadalom, de most sajnos vagy nem sajnos, azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy a meggazdagodás útját látják a méhészetben, azok úgyis kirostálódnak. Mert sajnos tudomásul kell vennünk, hogy ez a tevékenység ez nem a meggazdagodásról szól. Ez egy nagyon, nagyon nagy, sok nehézséggel sújtott ágazat, komplexen mindent, hogyha figyelembe veszünk, akkor vannak nagyon sok nehézséggel küzd. De vannak nagyon sok tisztességes méhész, aki jó minőséget, a méheknek is olyan életet ad, hogy jó minőségben tudjanak termelni, meg maga a termékük is nagyon-nagyon jó minőségű, és talán ezeknek a méhészeknek kell lenni a pártján, nem azoknak, akik a meggazdagodást várták ettől, és higítják ezt a szakmai társadalmat. Egy kicsit beszéltünk most a méhészekről, meg a méhésztársadalomról általában, viszont kicsit beszélünk a méhekről is. Ugyanis ma már természetes számunkra, és ezt ugye
kimondták a tudományos kutatások, hogy a legfontosabb állat, legfontosabb bogár, ami ebben a pillanatban a Földön él, az a méh. Így van. Hiszen amikor tanúi voltunk annak, hogy az Egyesült Államokban már bizonyos farmokon emberek végzik a beporzást, akkor nem mehetünk el szó nélkül, hogy minden egyes kormányzatnak kötelessége, és hála Istennek mi ilyen értelemben jó úton járunk, tehát a Magyar Agrártárca azért próbál segíteni, hogy a méhészeket, illetve a méheket is óvja. Beszéljünk itt a beporzás nehézségeiről. Mert itt gondolok elsősorban, hogy az agrárgazdaságokban a különböző növényvédőszerek is nagyon sok gondot okoznak. Így van. Most, hogyha onnan indulunk, hogy eleve beporzó rovaroknak a fajgazdagsága, rendkívül sok beporzó rovar elpusztult, kipusztult. És amikor a beporzó rovarokról beszélünk, akkor sok-sok fajnak az összességéről beszélünk, és ez közte van a házi méh is. Na most, ha a vadon élő rovarok kipusztulnak, akkor kénytelenek vagyunk egy házi méhnek a munkáját, a beporzó munkáját figyelembe venni, és azzal számolni. És mindenképpen ezért léptek elő a házi méhek az első rendű élőlényé, mert ők azok, akiket az ember segítségével olyan mértékben tudunk tartani, hogy az a beporzást elvégezze. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy olyan kemikáliákat használunk, egy olyan életet élünk, hogy amikor a környezetünkben ezek a vadon élő beporzó rovarok eltűnnek, akkor azzal kell foglalkoznunk, hogy a házi méheket is életben tartani, mert a házi méh is ez emberi segítség nélkül elpusztul. Én 30 éve méhészkedem. 30 évvel ezelőtt emlékszem rá, amikor egy faodúba berepült egy méhraj, akkor az évekig gyönyörűen élt. Meghordta a mézet, ha megöregedett a királynője, akkor azt leváltották, újat neveltek helyette, és évekig éltek. Gyönyörűen a környéket lejárták, gyűjtötték maguknak a mézet, és ők abban faodúban gyönyörűen éltek. Manapság, ha berepül egy faodúba egy házi méhraj, az 2 éven belül elpusztul, emberi segítség nélkül. Sőt, egy olyan fertőző góccá válik, ami a gondozásban tartott méheinkre veszélyt jelent, mert nincsenek gondozva azok a méhek a fertőző betegségek ellen is szemben. A szűkülő élettér mennyit számít ebben? Hát nagyon nagyot, mert ha belegondolunk abba, hogy a biodiverzitás nagy mértékben lecsökkent, a mezőgazdaság monokultúrás műveléseket, nagytáblás műveléseket hajt végre, egyre szükebbek a rétek, egyre szükebbek az olyan erdők, amik sok-sok fajjal rendelkeznek. És ez jó életteret biztosítanának a méhekre is, a beporzó rovarokra. Ezt észrevesszük, hogy tényleg évek alatt ezek sajnos szükülnek, ezek az életterek. Viszont akkor összetartó nem csak a méh családok összetartóak, hanem a méhész társadalom is, ugye? Így van. Hát szakmai előadásokkal, találkozókkal, mindenképpen a méhészek eszmecserével sok-sok tapasztalatot próbálnak egymásnak átadni, hogy tényleg ezeket az állatokat úgy tudjuk tartani, hogy még sok-sok generáció örömét lelje ezekben az állatokban. Essék szó az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kezéről, hiszen számtalan olyan jogcím van, amelyben támogatást lehet igényelni. Vegyük ezeket sorba, hiszen a kutatásokat végrehajtó szervezeteket most ne említsük, mert az ugye nem gyakorlati példa, vagy intézményeket, viszont milyen támogatások vannak, amelyek kisegítik a bajból a méhészeket? Hát a bajból talán nem segítik ki, de nagymértékű támogatást most
Például van egy olyan jogcím, ami mostan hirtelen megduplázódott, mert idáig, mint beporzási támogatást 500 forinttal támogatták a méh családokat, most ezt megemelték 1000 forintra. Most, ha azt vesszük, akkor ez egy 100%-os emelés, némi nemű segítséget ad, gyógyszertámogatások vannak, eszköztámogatások vannak. Ezek elég sokrétűek, és elég magas az a százalék, amit támogatásként igénybe lehet venni. Tehát a mi egészségügyi költségek támogatása az szintén megjelent most. Az mennyit segít? Hát ezek a gyógyszereknek a beszerzése. Azért, hogyha azt veszük, hogy egy közepes vagy nagy állománnyal rendelkező méhésznek az éves költségvetésében azért az elég számottevő mennyi pénzösszeg, amit segít egy ilyen támogatás. Az a fontos változás, hogy a méhészeti termékek értékesítéséből származó jövedelem, személyi jövedelem adómentes lesz, az azt hiszem, hogy viszont egy jó út. Igen, feltétlenül, mert azért most így összegszerűleg nem tudom, hogy a gazdaság szintjén ez hogy jelenik meg, hogy mennyi marad a méhészeknek a zsebében, de hát minden, ami úgymond megmarad a zsebünkben, az egy támogatásként lehet. Most hát még előttünk van a nyár, én azt gondolom, hogy így május közepén, május vége tájékán még nagyon sok minden történhet, én bizakodó vagyok mindenképpen, és most egy kicsit folytassuk az apiterápiával. Ugye az apiterápia egyik magyarországi atya, te magad vagy. Köszönöm. És ez működik is, hiszen számtalanszor jártunk már. Mi a helyzet ezzel? Tehát lehet-e apiterápiás kezeléseket kapni a jövőben, mert most nyilván ez is megállt egy időre. Igen, sajnos megálltunk, de óvatosan kinyitottunk, ami azt jelenti, hogy tényleg egy fő, esetleg párosával lehet hozzánk jönni. Mindenképpen lassan az igények megvoltak, és lassan-lassan, óvatosan kinyitjuk természetesen azokat a dolgokat, amik muszáj, hogy betartsuk az alapvető higiéniai előírásokat. Mindenképpen a távolságtartás, a kéznek a fertőtlenítése, az eszközfertőtlenítés megtörténik, és így engedünk be az apiterápiás házunkba vendégeket. Azok az igények, amik felmerültek, hogy nagyobb csoportok jöjjenek, esetleg nagyobb családok, azokat még nem engedjük. Egyébként gyorsan népszerű lett. Mi lehet ennek az oka? Hiszen az elején, mint minden kezdő lépés, azért meglehetősen nehéz volt. Így van. Az emberek megismerték, és az embereknek affinitása van arra, hogy ne gyógyszert szedjenek, hanem megpróbáljanak egy természetes gyógymóddal gyógyítani magukat, és az emberek hamar rátaláltak arra, hogy igazából egy kellemes körülmények között nagy hatásfokkal bíró gyógyítási lehetőség, és az emberek nem csak gyógyulnak, hanem kellemesen is érzik magukat. Ami azt jelenti, hogy például, ha gyerekekkel jönnek, a gyerekek is, ők pedig ugye csak azt hajlandók elfogadni, ami őnekik kellemes és jó, ami kellemetlen, azt ugye nem hajlandók elfogadni, és a gyerekek is nagyon élvezik azt, hogy ott lehetnek bent a házban, és ott töltik el ezt az egy órát, vagy másfél órát, amennyit éppen őnekik. Tehát azt tudjuk, hogy itt Székesfehérváron ez egy sikertörténet, de mi újság Magyarországon? Jelenleg az országban olyan 10-15, esetleg 20 olyan apiterápiás ház van, ami megvan nyitva a nagyobb közösségnek is. Magánjelleggel már a méhészek építenek maguknak kis apiterápiás házakat, amit ők és a családjuknak a használatára alkalmaznak. De nincs, fejlődés alatt van a dolog, de még nincs olyan nagyon elterjedve.
Mindenképpen célunk azt, hogy régiónként is olyan, hogyha azt mondom, hogy olyan 40-50 kilométerenként, hogyha egyes méhészek bevállalnák azt, hogy apiterápiás házat létesítenek, akkor azt lehet mondani, hogy le volna fedve úgy a Magyarország területe, hogy akinek szüksége van ilyen irányú segítségre, akkor az elérje. Mert azért a nagy távolságból azt tudni kell, hogy ezt a gyógyítási módot úgy lehet igazából jól érvényesíteni, hogyha minden másnap, vagy minden harmadnap eljön egy-egy óra hosszára, és bent tölti az időt. De nagyon-nagyon sokan úgy próbálják ezt megoldani, hogy arra az időre például ide jönnek el a környékünkre nyaralni. És akkor nap mint nap, délutánonként, vagy amikor ő nekik alkalmas, akkor eljönnek hozzánk, és akkor egy kúrát úgy hajtanak végre, hogy akkor minden nap bent tudnak lenni a házban. Ez egy jó út. Ez egy jó út. Mindenképpen. Annál is inkább, mert azért tudjuk, hogy méh plusz ész egyelő méhész. Így van. És megvan arra is lehetőség, hogy éjszakát bent tölteni a házba, erre is nagy igény van, és ezt is felfedezték az emberek, hogy például egy hosszú hétvégét, péntek, szombatot éjszaka bent töltenek a házban. A házat gyakorlatilag annyit használják, amennyit akarják ez alatt az idő alatt, de hogyha megismerik a környékünket, és elmennek kirándulni, esetleg egy jó éttermet is meglátogatnak, de különben meg a háznak az áldásos klímáját tudják így élvezni, akkor ez is egy nagyszerű lehetőség erre, hogy... No, hát én azt kívánom egyik oldalról, hogy induljon meg a munka, a másik oldalról pedig hát a méztársadalomnak mi mást, az mindannyiunk érdekel, hogy ezek a nagy gondok múljanak el. Hát nyom nélkül nem fognak nyilván, de a koronavírus járvány végeztével nyilván azért az élet is tágul, és a lehetőségek is bővülnek, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Megosztottad velünk a gondolataidat. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!